15. helyi műsorunkat. Fogadjátok szeretettel 4. évfolyam előadását. Kérjük, mindenki álljon fel! Kitört a lázadás, Prágában forradalom! Utat! Engedjenek, kérem! Uraim, a pozsonyi
a forradalom. Meteorik megbukott, a nép barikádokat emel és fegyverkezik. Íme a forradalom földetege már itt zúg a szomszédban, és mi tétovázunk. Cselekedni fogunk. Gyertek, barátaim, és mondjatok el mindent, amit csak tudtok. A bécsi forradalmat a diákok kezdték, a technikusok és az orvosnő vendégek. Itt az idő, hogy cselekedjünk. Holnap tüntetést kell rendezni az egyetemi hallgatókkal. Találkozás korán reggel itt a kávéházban. És addig is járjuk végig az egyetemeket, vendéglőket, kávéházakat, és igyekezzünk megnyerni az embereket a cselekvés céljának. Thank you.
össze a Nemzeti Múzeum kertjében, ismertették a 12 pontot, és a nemzeti dal kinyomtatott példányait osztogatták. Ezután a tömeg megválasztotta azt a bizottságot, amely a Pesti Városi Tanácsnak elfogadásra benyújtotta a nemzet követeléseit. A tanács a 12 pontot jóvá hagyta és megválasztotta az első forradalmi testületet, a közrendi bizottmány. A forradalmi ifjúságot Irini Petőfi és Vasvári Pál képviselte. Ezután a forradalmi tömeg Budára a királyi várhúnyót és a helytartó tanácsa is elfogadtatta a 12 pontot. Soha életemben oly rémült arcokat nem láttam, mint ezekét a nagyságos királyi tanácsos úrékat. Amint kipillantottak az ablakon a tömegre, minden követelést azonnal teljesített. Azonnal szabadon bocsátották Táncsicsot. Valamint elrendelték, hogy a katonaság ne avatkozzék be az eseményekbe. Milyen erővel hatott a forradalmárok mögött? Nem tudom, de egy biztos. Az események már feltartóztathatatlanul követték egymást. All right.
A nagy eszme nagy áldozatokat követel. Sokat vesztettünk vérben és vagyonban. Bizony nagy ára volt ennek a napnak. Nem tudtunk megvédeni kivívott szabadságunkat, pedig sokan az életüket adták érte.
összefogott, és egy gyönyörű műsort varázsolt ide elénk. Kérném szépen a tapsot az 50 tanulónak először.